Mindenkit 2016 évi első pénzügyi, gazdasági és településfejlesztési bizottsági ülésünkön. Amint láttátok, ma sem fogunk unatkozni. 13 napi rendi pontba sikerült összefoglalni ezt az indító gyűlést. Még mielőtt itt a napi rendekről beszélnék, azt szeretnék mindenkitől kérni, hogy ismerve az anyagot és a kiegészítéseket, amiket megkaptatok, nem valószínű, hogy tényleg örülünk ahhoz, hogy haladjunk, mert túl hosszúra talán elnyúlni. Ennek megfelelően szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek napi rendelő hozzászólása. Igen. András, nem tudom, melyiket András. Én csak azt kérem a polgármester úrtól, meg illetve asszonytól, hogy a faludgyűlés elhangzott, ugye, hogy van egy olyan személyünk, akit vissza kellett vennünk a munkakörében egyes után, hogy ennek kérnék szépen, hogy én kéne, hogy ezt írásban kapjuk, tehát pontosan, hogy mikor, milyen területekkel nem lett ez egy végrehajtva, úgy, ahogy kellett. Tehát legyen ez tiszta, hogy a mi bizottságunknak, a mi testületünket ne árnyékolja be egy ilyen dolgot. Tehát ennek legyen tisztázva a hátteret szeretném kérni. Köszönöm szépen. Csak egy perc, 6 órakor megjön Indián Horváth Csaba, és mondjuk ki kell menni egy 5 percre, tehát én akkor fölállok és kimegyek ennyi. Köszönöm. Hozzá fogunk járni. Tudomásul kell lenni. Igen, polgármester úr? Én hát mai nap az nem mondhatni, hogy az önkormányzat napja volt, vagy a mai se. Úgyhogy én biztos, hogy mostan halk leszek, mert most jöttem egyenesen Budapestről, egy tárgyalásról elbeszéltek benneket 6,5 millióra. És a délelőtt folyamán pedig 1 milliót húztak ki a zsebünkből ugye az ügyelet kapcsán, mert ugye az ügyelet az full doblik, és a januárit már nem tudták teljesíteni, 11 nap elláthatóan idő volt, és nincs orvos. Figyelni meg kell, hogy a jókájára emeltük a hozzájárulásunkat, ez 21 millió. Költségvetésbe beépítettük, ahhoz, hogy a bazsamárta tudjon működni. A nőnek 1500 forintos óradíjat menne a orvos. Úgyhogy én nagyon halk leszek, mert is igyekszem még kevesebbet beszélni, mert kimentem volna, mert túl sok volt. Ez a 6,5 millió, meg ugye arról szól, ez egy legalább egy 5-6 éves, ez az utolsó pénz volt, hogy annak idején a két előbb, amikor a HÉSZ módosítottuk, akkor ugye a elvihatóság rácsadott hetett olyan belülírásokat, vagy olyan területeket kellett ugye előni nyilvánítani, amikor ebben nem volt az. És erre megfelelően még kártérítési tett nyertek el. És ahhoz képest, hogy 14 millióra pereltek, ez egy szép eredmény, minden jó erős. Ennyi. De a jövő évi költséget is meg lehet tenni. Jó év után szeretné valaki. No, ha nincs más napirendelő, akkor szeretném a napirendel kapcsolatosan a vendégeinkre való tekintettel egy kicsit megkavarni a sorrendet, és akkor, ha egyetértenétek, akkor azzal, akkor kezdenénk a Kópé úszó és vízilabda sportegyesület között, illetve a termálfürdő és az önkormányzat között létrejövő szerződés tárgyalása, az lenne az egyes napi rendi pont, tehát a költségvetést megcserélnék ezzel. És akkor a 2-es, 3-as, 4-es az maradna a termálfürdőnek az ügyén, ahogy sorban van, mennék végig, és akkor utána pedig. Tehát ez a 2-es csere lenne csak, és akkor a 6-os maradhatna a díszpolgári cím, a 7-es a Leányfalu emlékére adományozás, önkormányzat vagyonkatasztere, a 8-as, 9-es Leányfalu az általános iskola közalkalmazotti tanácsának a kérelmének tárgyalása. Azt mondja, hogy a Pilis Dunakanyari hírmondó való együttműködés, a település gazdasági programjára vonatkozó, 12-es a villa, a Székely villa kérelmének elbírálása, akkor lenne a 13-as a
pénzigazdaság és településfejlesztési bizottság munkaterv megalkotása, illetve akkor zártülés. Hogyha, és stimmel? Igen. Tehát, hogyha egyetértetek ezzel a dologgal, akkor szeretném megkérdezni, hogy együtt érte mindenki a napi rendben. Igen, akkor ez egy hangú. Megállapítom, hogy egy fő képviselőasszony hiányzik. A létszámot akkor úgy szeretném kérni. No, akkor. Tehát az első napi rendi pont a Termálfürdő Kft. És a KOP Vízilabda Egyesület között létrejövő használati szerződés véleményezése. Ennek a szerződésnek már a tavalyi év folyamán is neki futottunk többször. Mindig volt valami apróság, ami nem értettünk egyet. Most ezt a szerződést kérésünkre a Nedved Mária jogászasszony is, aki egyébként a közbeszerzési jogász a településnek, ő is átnézte, véleményezte azt a szerződést, tervezett, amit ti megkaptatok abban már ezeket. Tehát ő véleményét is olvashattátok. Közben jött egy észrevétel a Zoliék részéről, teljesen jogos értelmezési hiba, elnézést kérünk ezt, de köszönjük szépen. Nem, nyilván nem volt szándékos. Ezt szeretném mondani. Igen? Ugye úgy szeretnék, hogy tél és nyár. Én speciál ezt így értelmeztem, tehát én azon mondom, hogy írjuk konkrétat, semmi kifogás. Ha ez a tél és ez a nyár, akkor ez semmi fog. Teljesen jogos. Hát én azt csak konkrétizálni akartam, hogy itt jelent a tél és a nyár. Tehát az én értelmezésem volt, de ezt így volt, akkor így van. Ezt gondolom, akkor mindannyian megkaptátok, hogyha nem, akkor elmondanám, hogyha esetleg valaki, mert ezt nem is tudom, mikor sikerült utánatok küldenem, tehát nem az eredeti napi rendekkel együtt, tehát az időpontok... Ezt? Na már 18-ig, 9 óra 13. Ugyanaz. Jó. Ugyanaz. Kétszer. Akkor jó, akkor meg még pláne jó. itt igazán teljesen jogosan a versenyeztetéssel kapcsolatos időpont helyretétele volt napra pontosan, és ez szerintem ez így abszolút helyén való. Amit nem tudtunk már szétküldeni, de kaptunk még egy rajzot, ami gyakorlatilag a Nagymedencének a pályabeosztása van, de annyira későn kaptam én is meg, hogy ezt már nem tudtam nektek továbbítani. Nektek van belőle ez valami példány, amit esetleg meg tudnám mutatni? Kettő van. Én meg tudom nézni, de a többiek nem biztos. És... Egyet tudok még adni ezzel. Megint, akkor még egyet. Köszönöm, hogy menjen körülbelül. Köszönöm, formai kérdésem lehet. Igen, persze. A Nedvedféle korrektúráknál az a gondolom, hogy itt vannak a javítások vagy javaslatok, de amihez hozzáfűzte az a kilomatörről. Tehát nem lehet párhuzamban van, hogy mihez szól hozzá. Ez a kavaéli korrektúrát. Amihez hozzászól, az üres. Tehát egy olyan példányt majd kérek szépen, ahol én össze tudom tenni, hogy mi az, amit javasol. Én úgy tudtam, visszakövetkeztetett, én tudtam abból, amit leírtát. De jó. Van, ahol nem. Lehet, hogy jogos. Tekintettel no. Örökre részt vettél egyes tárgyalásokban, amikor ezt talán élne. Nem vettem én sem részt, de mert én is ezt az anyagot így kaptam meg. Nincs. No, a pályabeosztással kapcsolatosan, tehát még egy kis kiegészítésként kaptunk egy olyan rajzot a KOP-tól, amiben az iskolaidőben történő pályaleosztás, tehát iskolaidőben, akkor elmondom, hosszában 5 pálya a lakosságé, ez azt jelenti, hogy 6 és 16 óra között, és 3 sáv a KOP-jé. Iskola időben este vagy délután 16 és 19 óra között keresztben van elharmadolva a pálya, a nagyobbik, a kétharmada a KOP, egyharmada a lakosságé, tehát ott keresztbe úszás van, ha akarja valaki
iskolaidőben hétfőn, szerdán és csütörtökön este 19 és 22 óra között a teljes 50-es medence a HOP rendelkezésére áll. Tanítási szünetekben hétfőtől péntekig 9 és 11 óra között a 1/3, 2/3-os keresztirányú. Bocsánat, Gyula, a polgármester úr is, nálunk is a tanítási szünet a nyári időszakra vonatkozik. Tehát nem a tavaszira, őszire, nem télre nem vonatkozik. Ja. Csak a június 13 és augusztus 31-e között. Az június 16 és augusztus 31-e között. Tehát a tanítási szünet, ez erre az jó. Jó, teljesen jó. Már megírtam, amikor eszembe jutott, hogy ez félrejtés. Tehát tanítási szünetben, hogyha egyébként már volt a kezetekben, ott gyakorlatilag az 1/3, 2/3-os keresztirányú medenceosztás történik, és este pedig hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, tehát a péntek szombat vasárnap kivételével az egész 50-es medence este 19 órától 21 óráig a KOP rendelkezésére áll. Tehát hogyha ezt mind kiegészítésként szeretném, hogyha a figyelembe vennétek. Van-e valakinek? Igen, én javaslom, hogy ezt nézzétek meg. Én vettem a fáradtságot és megnéztem a jelenleg, hát már érvényben nem lévő szerződésünket, ugye azért gondoltam, mert a kérdésnek igaza volt, hogy nem érthetők ezek az írások. Ez nem egyezik a mostanival sem. És most az a szöveges rész, amit adtatok, mint új, az eltért a régitől, egy fél óra ide, oda. De most ez a rajz, azzal sem eltődik. Tehát ezt össze kéne nézni, hogy most akkor melyik az igaz. Ez az igaz, ami a fél órát, azt nem érted, én nem. Hát figyelj, csak a szöveget mondom, itt azt mondja, június 10-en augusztus, ez szöveg szerint 8.30-tól 9.30-ig, itt pedig 19-től van 22-ig. De a 8.30-tól 9.30 az reggelre vonatkozik, nem? Az 9.11. És azt én, te kértél ilyet? És azt nem is értettük, hogy a... Hát én sem, azért mondtam. De 9-től 11, délelőtt 9-től 11-ig, délután 14-től 15.30-ig, és esetenként, esténként pedig zárt. 19-től 21.30-ig. Igen. Itt azért mondom, hogy 19-től 22-ig van a rajzon. A szövegben pedig 19-től 21-30-ig. Én most az kettőt próbálom összehasonlítani, ami a jelenleg kézkézen forró szerződés és a általunk kért rajz között van. A 19-től 21-ig lenne az a beve, ha netán van valami vendégcsapat, aki igényli, probléma. Attilával, de a bevet az a hétfő, kezdve, csütörtök, 19-21-ig. Azt lehetne kérni, hogy akkor ezeket a rajzok ugye, hogy régen volt, mert ugye itt van nekem a régi. Ez ugye úgy volt, hogy szépen föl volt írva, nem úgy, hogy két szünet, nem vagy kállam, mert szagy szünet, hogy akkor írjuk a dátumot, és akkor ugyanúgy szövegbe fölötte alatt a rajzon. Jó? Jó. És akkor a Merakot kütélnek fog egyedni a rajz, és azt felelődnek. És akkor ezt mellékletnénk. Ezt mellékletnénk. Mellékletnénk a forrószát. Jó. Hozzá. Nekem mindegy, hogy szemlődés lesz. Mellékletnénk. Jó. Mellékletnénk. Jó. Mellékletnénk. Jó. És hogy van-e valakinek még a KOP? Igen? Nincs. Nekem van. Köszönöm szépen a szót. Nekem egy alapvető kérdésem volna, ami elég régre nyílik vissza. A megkapott anyagban egyébként, ami a termálfürdővel kapcsolatos is, nagyon helyesen a belső ellenőrzés következtében egy csomó hiányosságot pótoltunk. Itt is lenne egy alapvető hiányosságunk, hogy mint felelős tulajdonos, mi, az önkormányzat,
A mai napig nem fektettük le azokat az elveket, hogy mit akarunk elérni ebben a fürdővel. Ez összefügg a kópéval. Megmondom, miről van szó. 2005-ben el sikerült érni, hogy letettük a kópéval közösen az 50-es medencét, és a szezonális nyári strandfürdőből termálfürdő vált, amely télen-nyáron működik. A mai napig működik, sokak megelégedésére, bár nem rentábilis a téli időszakban, vagy nem annyira. Viszont, ha azt veszem figyelembe, hogy a kópéval lejár használati szerződést, megújítva vagy újat kötve, 2017. szeptemberéig kívánjuk megkötni ezt a használati szerződést, amely biztosítja a téli üzemet és a sátor megvétét. Felvettem azt a kérdést, hogy amennyiben noha a szerződésben szerepel az, hogy 3 hónappal előtte el kell kezdeni a szerződés folytatásáról, a tárgyalásokat, ha mindkét fél szándéka ez. De mi van abban az esetben, hogyha nem hosszabbítjuk meg a KB szerződést, és ő nem hosszabbítja meg velünk, akkor nem lesz téli üzem, vagy előre gondoskodnunk kell arról, hogy a medence betedését mi biztosítsuk? Röviden, szerintem, ha ezt a sátrat használjuk, és most már 2005 óta, tehát 11 éve teljes éves használatban van ez a fürdő, kérem a testületet, hogy tárgyaljuk meg és döntsük el, hogy mi a célunk ezzel a fürdővel, visszaminősíteni egy szezonosra, strandfürdővé, egész éves működést továbbra is biztosítani, továbbá. Ehhez kapcsolódva én személy szerint a 2017. szeptembert rendkívül rövidnek tartom ahhoz, hogy ezt biztosítani tudjuk ezt a dátumot követően. Tehát ezt kérem, gondoljuk rá, hogy ez az időpont megfelelően, továbbá ez a szerződés még mindig nem kiforrog, nincs végig tárgyalva, egy csomó hiányosság van benne, én nem tudom, ez egy munkaanyag szerintem. Egy csomó dátum hiányzik belőle, egy csomó adat, úgyhogy tárgyaljuk persze, csak... Köszönöm a szó, tehát arról van szó, azért szögezzük le, hogy soha nem merült föl, illetve legalábbis soha nem merült föl senkiben, hogy nem a kópéval fogunk együtt dolgozni. Legalábbis bennem ez soha nem merült föl, hogy egyenlő pályák, egyenlő esik. Ezért volt az a legnagyobb probléma, emlékezzetek vissza, hogy azt akartuk, a mi érdekünkben is, meg a ti érdeketekben is, ez elt érdekes, hogy ne 2011 évre kössük a szerződést, mert hiszen 2017-ben újra kell tárgyalnunk, hogy előtte meg kell beszélnünk, hogyha megnyertek a pályázatot, illetve megnyerjük, akkor egy új helyzet áll elő. Ebben az új helyzetben hogy néz ki a dolog? Ha most nem nyerjük meg, vagy nem, így közösen azt mondja, nem nyerjük meg, akkor jelen pillanatban más helyzet áll elő, és akkor pedig rendezni kell a sorokat, hogy hogy legyen, és természetesen úgy kell rendezni a sorokat, hogy az elmúlt időben azok a dolgok, amik a sátor meg egyébek tisztázásra kerüljenek, úgy, hogy mindenki emelt fővel és jó érzéssel kösse meg az utóbbi akárhány évre azt a szerződést veletek, hogyha ez jó. Tehát én azt mondom, hogy ezért volt ez a része most. Számomra egy világot ki, ha így tetszik, így magyartalanul, hogy ti kéritek azt, hogy a szezon az nem egy év, hanem a szezon a szezon, és 16 és 17 év, és ezt én úgy gondolom, hogy ezt elfogadhatóvá tehetem, bocsánat. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem de. De hosszú távú szerződés pedig lényegesen több munkával kell, hogy megcsináljuk. Addig viszont egy ilyen helyzet van, és tényleg azt ti is mondjátok, hogy rendben van, dátumok, méterek, idők összejük, és ez megvan, szerintem ezzel semmi probléma nincs. Én ezt így gondolom, és akkor kéne, vagy az is lehet, hogy folyamatosan nekem elképzelésem van, hogy itt maradtok, vagy nem, de Attila felé, tehát hogy hogy legyen a strandvezetés, bármennyire furcsa, én elengedhetően tartom azt, még egy mondat, mert nem húznak az időt, hogy a strand képviseletében elképzelhetően tartok egy ember, vagy egy önkormányzat képviselő, vagy valaki, aki ért hozzá, hogy összekösse a strand érdekeit, bármennyire furcsa az önkormányzat érdekeivel. Köszönöm szépen. Én is. Azt javaslom, hogy ma tartsuk magunkat a mai napig. Igen. Fogadjuk el. Igen.
ez a szerződés, ha ők ugye átnézték, hogy csak ezt a hibát találták benne, ez ugye orvos volt, ezt megbeszéltük. Amit hiányoznak benne számára, kifontozva, ezek semmiféle problémát nem okoznak, hogy egy dátumot megjelni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt a szerződést már le kéne zárnunk, miután két hónapja tulajdonképpen nincs szerződésünk. Ez a szerződés az ügyvéd átnézte, mindenki átolvasta, most hogy korrektúra látszott rajta, vagy nem tudom más kérdés, ez az érvényes is mind a kezdők által átolvasott szerződés. Ők is véleményezték, mondom, meg is nézték, ez, húzni ezzel az időt nem lehet, most valóban ide, most nincs beírva, hogy, hogy mondjuk, ugye, de ki van pontozva, egy lényeges dolog, hogy minden év, itt a hónapjától hónapjáig a sátorfedést mikor fogják megcsinálni. Ezt be lehet írni, de ugye ez is változó, meg a fix dátum, de mondtam, be lesz írva gondolom egy hónap. Tehát ez nem gondolom generális kérdés. Meg hogy a gépház oldalán milyen méretű darabot fogunk hozzásadni, ez is gondolom, hogy gyorsan megcsinálják, és ezt a szerződést akkor alá tudjuk írni. Ezt az érthető formában a medenc használat rajzon ki lesz egészítve, exakt legyen, és akkor nem mondanám, hogy ez a szerződés, amit kéne beszélni. 2017-ig még ezek a feltételek teljesülhetnek, addig mi nagyon sok mindent történik. Nem nagyon szeretnénk, hogy lenne érvényes szerződésünk. Zsolt? Csak egy észrevételt raknék még bele a záró rendelkezésekbe, hogy amennyiben a használatba vevő a díj megfizetése 30 nap volt benne, az 90 nap eltelik talán. Hogy ez a rendkívül felmondással kapcsolatban van. Tehát a 90 nap szokott általában bevett dolog lenni. Nem hiszem azt, amikor ki kell fizetnünk 3-4 millió forintokat a gázszámlára téren, akkor nem mindig tudjuk azonnal a villanyszámlát is reprezentálni a stand részére, és én ezt a 30 napot 90 napra javítanám. Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek? Nekinek kérdez az igazgató. Igen. Nekem még lenne. És csak a, most a szerződés szöveg alapján, ugye, a másik ilyen kérdés volt a korábbi üléseken, hogy a, mi van azzal a helyi személlyel, aki szeretne a túszúskát üzemeltetni. A jelen szerződés alapján van arra mond, hogy ő is ott működjön, mint vagy nincsen? Tehát a kizárólagossága akkor ez maradná? Beszállhat, csak akkor beszáll a üzemeltetési költségekben. Csinál a túszúiskolát, csak akkor beszáll a gázszámlának a fizetésével. Úgy gondolja. Már nyáron? Nem, télen nyáron, hát akkor télibe beszáll a télen nyáron, a egyik a másiknak a hozama. Azt mondjátok, hogy azt mondják, hogy ha ő szeretne a üzenetetni, akkor neki vállalni kell a TV részét is ennek a dolognak, bár ő csak nyáron szeretne az iskolát tartani. Nyáron legkönnyebb. Uh-huh. Az a legkézebb. Mindenki nyáron szeretne, mert akkor nincs kiadás, csak belül. A másik, az inkább egy kérdésem, csak hogy ugye van az a két nagy óriás pakárt a 11-es felüli oldalon, ami nagyon rossz állapotban van, hogy azt kértétek, hogy legyen a létetés, és volt is rajta, de már nagyon nem van amortizálva, hogy ennek mi lesz a jövője, mit szándékoztatok. Kirakunk rá hirdetéseket. Lesz. De van, hogy átadjátok a falunak, és akkor mi gazdálkodunk. Nem, kirakjuk. Azt szeretném kérni, hogy amennyiben nem veszik ezt szétté, tehát nem használják, akkor viszont a falu egy része, tehát ez legyen egyfajta rész a megállapodásunknak, hogyha ők ezt használják, hogy ilyen, de hogyha mondjuk egy hónapon keresztül csak fosztalkozik, akkor legyen ez egy olyan jel arra, hogy mi átvetjük, és akkor a falu számára használjuk, és talán egyéb számára, jó? Mert most, ami kimarad, az legalább egy éve nem nyújt hozzá senki, és nagyon csúnyán néz ki. Jó? Ezt csak kérem szépen. Csak egy kérdés. Úgy gondolom, hogy a 30 nap és 90 nap között én ezt elfogadom, de megint a strandigazgató gondolatkörében tartozik az, hogy ez neki, ugye is már ő neki fizeti ki. Tehát, hogy ezt ő rendben tartja, vagy nem. Ha ő azt mondja, hogy ilyen rendkívül esetben a 90 napot elfogadja, akkor... Rendkívülre van szó. Igen, akkor ezt elfogadja. Hát hiszen neki fizeti, jól értem? Igen, tehát ha te elfogod ezt a 90 napot, akkor kész, vége, menjünk tovább, akkor vége van. De nem döntsünk el a 60 napot. Egy szerződésben, beszélünk most. Igen, pontosan arról beszélünk. Szeretném megkérdezni a standigazgatóval, hogy neki erről mi a vélemény. Nem, hogy elfogadja a 90 napot ennyi, elfogadja a kész, mert nem tovább. Ha csak erre az egy kérdésre kell válaszolnom, akkor nem tudom. Nem kevesebb információ.
Hát főcsönésem arra van szó, hogy neki fizeti 6 napos késéssel ezt összeget. Hát most én azt mondom, hogy elfogadja, akkor mi tudomásul veszik, hogy nem fogadja el, akkor most mi a helyzet, akkor mi se fogadjuk el, ezt kérdeztem. Mi tulajdonosok azt mondjuk, hogy elfogadjuk, és akkor ebben a helyzetben a strandi igazgatót ilyen helyzetbe hozzuk. Ez volt a kérdésem. Egyetlen egy, így van. Ezzel kapcsolatosan annyi van, hogy nem két oldalú szerződésről beszélünk, hanem három oldalúról. Tehát ez azért ebből a szempontból ez most... Akkor nem fogja aláírni? Ezt most nem értem egyébként, mert meggondolom, hogy ezt most nem értem. Én csak azt nem értem, hogy ez a szerződés, tudom, hogy nem túl régen volt ez a változat kiküldve, de tisztában vagyok. Lehetett volna, hogy egy hónapot ágodni, de akkor hogy nektek kellett volna megbeszélni. Most jutott eszébe, most volt, hogy megkért tőle. Oké, hát most akkor nem tudok mit válaszolni. Én azt javaslom, maradjon benne a 30 nap, azzal a megkötéssel, hogy a felek megegyezhetnek 60 napban is. Ez rendkívül felmondásról szól, tehát ha nem fizetek be egy 26 ezer forintos számlát, az akkor önök azonnal kapva azt mondják, hogy bocsánat, akkor felmondásról szól. Akkor azt tudom mondani, hogy beszéljék meg az igazgató úrra, és amire jutnak, azt szerintem mi el fogjuk fogadni. Ne haragudjatok. De az igazgató úr pillanatjában nem tudja. Hát, keressétek meg és beszéljétek. Tehát mi is sem tudjuk. Jó. Tehát ebből a fat helyzet úgyis nyílőn, úgyhogy teljesen. Jó, most ezt 30 napra fogadjuk el, mert ha ez változik menetünk, akkor fogadjuk el azt, amit megegyeztek kész. Igen, akkor legyen szerződés. Köszönöm szépen a szót. Igazából két apró megjegyzésem lenne az ügymenethez. Az egyik az az, hogy nagyon szépen köszönöm a Nedved Máliának a közreműködését, hogy ezt így összehozta, de szerencsés lett volna a bizottsági előterjesztés előtt a három félnek esetleg egy szűk körben egyeztetni a tartalomról, hogy akkor ez egy olyan legyen, amiről már érdemben tud a bizottság dönteni. A másik, hogy ez ennek apropóján az ügyvédem sem tudta megnézni, tehát a fürdőügyvédel sem tudta megnézni a szerződést, tehát én most ezt aláírni nem tudom. Ezzel kapcsolatosan én csak azt tudom mondani, amit az előbb a polgármester úr elmondott. Hát most ezt a napirendi pontot azért vettük bele, mert ennek november 15-ével ennek a szerződésen, ha meg kellett volna születnie. Most gyakorlatilag azóta toszogatjuk, most már tényleg mindenki a helyén volt, most már mindent helyre raktuk, a dátumokat helyre raktuk, a 2017 augusztus végét rendben raktuk, erre most kiderül, hogy a 30 nap helyett nem jó a 90 nap, mert a 90 napot én nem írom alá, meg az én ügyvédem nem látta. Hát ebből ezt nem értem, hiszen azért azt szerettük volna, hogy ezt most várjuk rövidre, mert nincs két hónapja szerződése a KOP-val velünk. Hát most erre én tényleg nem tudok szavakat találni. És akkor most mire jó? Szerintem akkor rögtön az elején kellett volna Attila jeleznet, hogy nagyon szeretném kérni, hogyha a KOP szerződésre ne tárgyaljunk, mert nem fogom aláírni, mert nem látta az ügyvédem. Hát egy három oldalú szerződést. Én nem vagyok egy jogász, de ez nekem most egy kicsit furcsa. Parancsoljon, polgármester. Elhangzott, amikor én azt fájlaltam, hogy benne van a szerződésben, a régiben, hogy három hónappal a szerződés lejárt előtt tárgyalni kell az új szerződésről. És én mondtam, hogy sajnos ez nem történt meg. Akkor Attila azt mondta, hogy ez nem igaz, mert három hónapot tárgyalni. Úszve 5 hónapja rúgozunk ezek szerint, mert nem én mondtam azt, hogy három hónappal előtte, én szerintem nem volt három hónappal a október 15-ig előtt, hogy erről beszéljünk, de igen, erről már állatot számoljunk vissza. Október 15-e, tehát augusztus 15-e óta állítólag ezzel kínlódunk. És most ott tartunk, hogy akkor még meg kell nézni. Akkor én azt mondom, szabunk egy határidőt, egy hét arra, hogy akkor mindenki nézze meg a szerződést, legyen kitöltve benne a kipontozott részek, és legyen hozzá egy megfelelő pályahasználati papír. Nincs tovább. 5 hónapja, hát nem hiszem el. Én csak...
De ugye a szóta fogom, hogy csak egy szólni, mondom. Csak, de azért nem már parancsol. Mondjad. Nem, én azt akkor azt mondom, hogy ha lehet, akkor azt javasolnám, hogy nincs érdemi megállapodás, vagy érdemi döntés, vagy választás, majd most 30, vagy 60, vagy 90 nap, ezzel mindenki egyetért, tehát ezzel mindenki egyetért, akkor hatalmazunk fel a polgármester, hogy ennek szellemében írja alá, nektek legyen szerződésetek, de gyerekek, az is így állatlan állapot, már ne arra, hogy hogy most kérdezed, állandóan tárgyaljuk azt, és valami probléma van. Van egy kicsit már kis, nincs semmi probléma. Nem unalmas, hanem itt az álljunk, mert nem jobb lenne úgy elmenni föl, hát és hogy néha rám is most jöttük, és úgy rendben, mondjam, hogy végre csináltunk valamit, hogy rendben van. Jó? Tehát akkor azt jelenti, hogy én ezt javaslom, hogyha csak ez az egy probléma van, egy héten belül, ha ez rendben van, akkor ezt aláírjuk, ha nem, akkor úgyis vissza kell jöttünk. Köszönöm. Meg azt javasolnám, hogy még kérdezzük meg az igazgató urat, hogy hát ha van még valami problémája, mert ugye ahogy Esse mondta meg előre, lehet, hogy még van a bögyébe valami. Nem lenne rosszabb, ha is tudni esetleg. No, azt hiszem, hogy ezt muszáj úgy rövidre zárnunk, hogy egyrészt szeretném megkérdezni a bizottságtól, amik itt eddig elhangzottak javaslatok. A bizottság részről történt javaslat a 90 napra. Azokat a módosítások, amik egyébként belekerültek, amit a KOPÉ kért az időponton, a KOPÉ pályahasználattal kapcsolatosan ez, amit tisztáztunk, hogy legyen rendbetéve, hogy legyen igazán exaktá téve. Ha ezekkel a módosításokkal egyébként a bizottság, meg mégis ezzel a szerződéssel is a 2017. augusztus 31-ig, vagy 15-ig, szeptember 15-ig van írva, igaz? Szeptember, igen. Ezzel az időponttal, a dátumokkal a bizottság egyébként egyetértett. Ezekkel a dolgokkal kapcsolatosan nem jött észrevétel. Akkor szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy ezeket a módosításokat, hogyha ezek belekerülnek, akkor azt szeretném kérni, hogy akkor utána már a testület majd lezárja ezt a dolgot, a bizottság döntse el, hogy ezeket a módosításokat egyetért. És hogyha nyilván a bizottsági tag, az összes képviselő bizottsági tag, ennek megfelelően mindenki fogja tudni, hogy ha olyan jellegű dolog, olyan dolog kerülne bele, ami egyébként itt nem hangzott el, és ebben a szerződésben nincs benne, és valamilyen módon anulálná ezt a szerződést, akkor megvétózza. Aki ezzel egyetért, az emelje fel a kezét. Ellene? Tartózkodás? Egy tartózkodással. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen, köszönjük. Akkor legyetek szívesek. Akkor beszéljetek össze, jó? Jó, várjunk ezt rendesen. Köszönjük szépen. No, következő napirendi pont. Leánytomi Termálfürdő Kft. Bérleti díj elszámolásához kapcsolódó 2015 évi fejlesztések bemutatása. Nem tudom, hogy csak javaslom. Egy kicsit furcsa számomra ez a sor, mert hogyha a termálfürdő gazdálkodását figyelembe vesszük, akkor végül is előbb lehet, hogy másokként a termálfürdőhöz hozzáállunk, de az előterjesztéseken napirendek ebben a sorrendben vannak. Mindenesetre ezzel kapcsolatosan szeretném, nem tudom, hogy ismertetéssel kapcsolatosan valaki van, vagy az Attilán kérjük. Akkor én ezzel kapcsolatosan szeretném felkérni a strandigazgató urat, hogy ismertesse elképzeléseit. A az önkormányzat és a fürdő között a bérleti szerződés rendezi azt a bérleti díj nagyságot, amit minden évben meg kell fizetnünk az önkormányzat részére
régebben készpénzben, majd a 2011-es módosítás után pedig készpénzben és vagy fejlesztések betudásával, ami tulajdonképpen annak az ellenértéke, hogy mi azt a területet, illetve a területhez kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő eszközöket használhatjuk a működésünk során. Ennek a nagysága az a szerződésben van rögzítve. Lehetőséget kaptunk 2011 óta, hogy ezt a bizonyos összeget mi fejlesztésekre fordítsuk, és igyekeztünk ennek megfelelni, és több éven keresztül a bérleti díjnál magasabb összeget tudtunk visszaforgatni a fürdőnek a működésében. 2015 során az egyes fejlesztéseket, illetve eszközbeszerzéseket a mellékelt, a csatolt állományt tartalmazza. Ezzel kapcsolatban azt szeretném megjegyezni, hogy ez idáig ilyen, és tavaly évben is ilyen módon történt ennek a bemutatása. Ezt a könyvvizsgáló asszony az éves beszámolónak a vizsgálatakor, a mérleg vizsgálatakor ezt külön szokta elemezni és külön szokta vizsgálni. Hallottam olyat, hogy esetleg ennek egy részletezettebb kimutatására van a bizottságnak szüksége. Kérem szépen akkor, hogy adják meg, hogy milyen paraméterek mellett gyűjtsük ki az információkat. Ezek több számla és több tételből állnak, ezek egy, tulajdonképpen egy gyűjtött, ezek egy szűrt állományt jelentenek. Ha ennél részletesebb fel, akkor pontosan kérem szépen ennek a bemutatását, és akkor olyan adatokkal tudunk szolgálni. Köszönöm, én igazából ennyit szerettem volna. Igen. Csak azt szeretném mondani, hogy ez a táblázat, ez nem elegendő, mert egy tételes költségvetés kéne. Anyagdíj, rezsióra díj, most vannak ilyen összegek. Azt szeretném kérdezni, hogyha készült költségvetés a strand részéről, előzetes költségvetés ezekre a munkákra, vagy ajánlott a kivitelezőtől, azt kifogadta el és kiellenőrizte egyrészt az ajánlatot, kinézte meg, kifogadta el, kiírta rá, mert ugye minden beruházás úgy szól, ajánlatkérés, megnézem, elfogadom, megnézem a kivitelezőt, utána tételesen ellenőrzi valaki, nem tudom ki, a strandon, hogy ezt elvégezték tényleg tételesen azokat a munkákat, és olyan minőségben, hogy, tehát hogy megy ez? Mert én azt szeretném látni, hogy mondjuk költségvetés van, azt valaki aláírja, és valaki le is ellenőrzik, hogy ezt elvégezték. Hát itt most van egy papír, azt se tudom, ki csinálta. Nyilván kiszedték a könyvelésből ezeket az adatokat. Azért a bizottság elé azért úgy kellene hozni véleményem szerint, hogy tételes költségvetés. Ez az egyik, és a másik, hogy szeretném tudni, hogy ki az, aki ellenőrzi a munkákat, és felügyelő bizottság meg szokta nézni az ajánlatokat, mert nem kis összeget nézni jól. Igen, Dénes. Megvallom őszintén, ezt az egészet nem nagyon értem, hogy erre mi szükség van. A bérleti díjra mi szükség van ezt a kis összeget külön vizsgálni. Ugye a strandigazgatóba megbízunk, és ő ennél lényegesen nagyobb, de nagyságrendben gazdálkodik. Mi értelme van ennek egy ilyen kis szeletére azt mondani, hogy ez bérleti díj, és akkor ezt megvizsgáljuk, hogy jótól kért ajánlatot, ellenőrizte, stb. Ugye a strand működésére kell egy rálátásunk legyen, nem pedig a bérleti díj elszámolása. Szóval én nekem az lenne a ma estére a javaslatom, hogy ezt fogadjuk el, szavazzuk meg, és a jövőre nézve mindenki gondolkodjon el azon, hogy hogy képzeli azt, hogy ő ugye kontrollálja a strand működését. Tehát, hogy ne a ma estét terheljük meg ilyen elvi problémáknak a megvitatásával. Ugye ez valószínűleg rendben van, ha meg ez nincsen, akkor valószínűleg más sincs rendben. Úgyhogy ennek én nem látom sok értelmét, hogy ezzel szenvedjünk. János Kancs. Tisztában, hogy sajnos a 2011. április 4-én vagy 14-én rendkívül ilyen szerződés módosítás született. Ehhez nekünk tartani kell magunkat. Ez meg fog szűnni, mert fogunk csinálni egy rendes használati szerződést. Hát ugye erre a
felírhatja, szóval arra felírbizottság, hanem a belső egyébként is kötelezett bennünket, amivel le lesz írva, béleti díjat kell szedni. Mert a APEC, ha jól tudom, ugye annak idején kifogásolta, büntetés is volt abból, hogy nem adható csak úgy oda, tehát valamennyi béleti díj kell. És ugye ez lett kitalálva akkor, 2011-ben, hogy a béleti díjat nem kérjük el, hanem ő bizonyítja, nem már tudom mindenkor, hogy az, ez volt a béleti díj, és azt fogjuk mondani, hogy a béleti díj volt, mint tudom, 4 millió volt, és akkor vagy 3 millió forint a béleti díj, és azt most, hogy oda fordítottak. Ezt a legközelebbi szerződésben biztos, hogy úgy lesz beleírva, hogy szerződik béleti díjat, melyet nem így kell itt leírni, hogy azonnal beruházási célokra, általunk meghatározott beruházási célokra kell fordítani. És akkor ezt többet nem kell csinálni. De addig kell csinálni, mert itt le van írva ugye, hogy ezt már meg kell volna csinálni december 15-ig, vagy november 15-ig, vagy decemberben reggel nekünk el kellett volna fogadni. Mert ez sajnos le van most írva. Igazad van, ez egy idiótaság, de most jelenleg ez így van. Most el fog készülni, hogy a falunak a vagyonleltára, és a vagyonleltárban a termálfűrő is benne lesz, és ugye, mint egyébként is köteleztek velünk, ennek kapcsán a konkrét dolgokat tudunk, fogunk csinálni egy rendes használati szerződést, mert például a parkoló sincs igazán rendesen szabályozva, mert az például nem is használtam véletben, mert vagyok közelben. Én azt hiszem, hogy a további napi rendi pontot, hogyha megnézitek a termálfürdővel kapcsolatosan, akkor a belső ellenőrzési eredményről készült, illetve a belső eredményt tartalmazó tanulmány azért elég, hát nagyon kevés olyan pont van, amiben valahol ne talált volna problémát a termálfürdő és a falu, illetve az önkormányzat viszonyában is vannak, erre is alkalmas lehet ennek a szerződésnek a rendezése. Valóban így van, hiszen azt is kifogásolja, hogy az elkövetkező évre már a költségvetésbe benne kéne, hogy legyen, hogy milyen fejlesztésekre szeretné szánni ezt a egy jelképes bérleti díjat, amit egyszerűen annyi van csak, hogy legalább erre a 3 millió forintra kötelezi ez a szerződés momentán annyit tesz, hogy ezt a 3 millió, erre a 3 millió forintnak a fejlesztése történő, vagy beruházása történő elköltésére kötelezi az önkormányzat a termálfürdőt, miközben itt most jó 4 millió 800, de egyébként az eredmény kimutatásból kijött, hogy 6 millió 700 ezer forint plusszal zárta a termálfürdő, ami már akkor is fölmerült, hogy és akkor ezzel a 6 millió héttel mi a helyzet. Tehát én azt hiszem, hogy valóban át kell dolgoznunk ezt a szerződést, illetve végig kell majd mennünk a vizsgálattal kapcsolatos pontokon, és ennek megfelelően rendezünk részt a használati szerződést, akár most ezt mondhatjuk bérleti szerződésnek is, vagy bárminek, illetve ott a helységbérbeadásoktól kezdve sorba minden olyan dologra, amire ott fölhívta a figyelmet a belső ellenőrzés, az, vagy a vizsgálat, azt úgy is tisztáznunk kell, és a kell következő évre ezt rendeznünk. Én azt javaslom, hogy ha most két lehetőségem, vagy ezt abszolút elvetjük, vagy pedig egyszer annyit mondunk, hogy menjünk tovább, mert ezt meg kell csinálnunk, tehát ezt el kell most fogadnunk, ezt a beszámolót. Én úgy tudom ezt a dolgot elképzelni, kapcsolódva az MÖK-hez, hogy itt készül egy terv, hiszen most a kifogásolja ezt is, hogy nincs terv, hogy igen, megkapjuk a tervet, és ennek már a költségvetésünkhöz, a megalkotásához szükségünk lenne egy olyan terv, hogy mire szándékozik elkölteni, és egyébként utána meg elszámoltatjuk, hogy és akkor ez hogy lett. De én nem tartanám feltétlenül szükségesnek, hogy a bizottság most kezdjen el számlákat. Az egy más dolog, hogy ennek az elszámolása a hivatal, illetve a hivatal felé, az megtörténhet úgy, hogy egyébként mindenki másik elszámol, hogy kapott 500 ezer forintot, itt több 3 milliót, és 3 milliót az tételesen elszámolja. Az már egy más megoldás, de ez most nem hiszem, hogy ezzel most kéne
Egyetlen egy összeg sem haladja meg azt a mértéket, amit ő elkölthet. Erről most beszélünk, ez eddig is mindig így zajlott, nem túl helyesen. Én azt javaslom, hogy fogadjuk így el, és ugye arra most ez van megfelelkezni, biztos, hogy tavaszig nem lesz még hol használati szerződés, hogy ugyanúgy el fogja készíteni, mert azt el is készítették, és májusban pedig el kell fogadnunk a ezébe tervezett beruházásokat, amit szembe fog állítani a véletlenül. Ez no. Szeretném megkérdezni. Van valakinek még? Azt mondja, hogy szeretném megkérdezni, hogy a bizottság javasolja a testületnek, hogy a Cuccar Attila Termálfürdő Kft. Igazgatójának bérleti díj elszámolásához kapcsolódó 2015 évi fejlesztésének bemutatásán Lányfűnökség önkormányzat és a Termálfürdő Kft. Közti bérleti szerződés 6. pontját második bekezdés alapján, ami tartalmaz első számú mellékletet, ezzel a tartalommal elfogadja. Aki ezzel egyetért, emeljesz a kezét. Köszönöm szépen. Egy hangú. Második napi rendi pont, vagy harmadik, azt mondja, hogy Lányfalu Termálfürdő vezető tisztségviselője és egyéb vezetőállású munkavállalójára és rendőri bizottsági tagjai javadalmazására vonatkozó egységes szabályzat elfogadása. Szél, kérem szépen, ez lesz. A belső asszony kérdezőbbek között, hogy ebben az évben rendelkezik. Én mellékeltem az anyaghoz egy 2009-es törvényt, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosan működéséről szól. Tehát ez is, ha úgy tekintjük, akkor egy régi elmaradás, vagy régóta fennálló elmaradás, hogy erről nem született még egy meg egy szabályzat. A szabályzatoknak a tervezetét egyébként ugyanezt, amit a bizottsági tagoknak kiküldtünk, azt utána megmutattam Bársánőr asszonynak, teljesen rendnyilvonulnak talált, tehát ő azt mondta, hogy ez így részéről elfogadható, illetve egyeztettem a termálfürdő igazgatójával is, igazgatóúrral is, a olyan részleteket tekintve, hogy ugye vannak itt gépkocsi használatnál, konkrét keretek, illetve mobiltelefon használatra vonatkozóan, tehát itt egy kicsit volt, aminél ő maga is kért, hogy szállítsuk lejjebb, mert szerintem az indokolatlanul nagy az a mérték, tehát mondjuk nem használják olyan gyakran az autót, vagy nem utaznak olyan sokat egy hónapban. Telefonhasználat volt a másik, és hát lényegében igyekeztünk azért általános jelleggel megfogalmazni azokat, amelyeknek be kell kerülni a szabályzatban, aminél viszont maga a igazgató úr kérte, hogy arról döntsön a bizottság, ez a kafetéria juttatások körébe tartozik. Ő elkészítette, de majd erről ő tud részletesebben beszélni, elkészítette a dolgozóknak a kafetéria szabályzatát, ugye, hogy ilyen módon kapják a kafetériát, viszont igazgató úrnak a kafetériájáról nem született döntés, tehát ő nincs érintve, tehát erről majd dönteni kell. Illetve a felügyelő bizottsági tagok javadalmazása esetében is a törvény ugye egy mértéket, egy határt kijelöl, de azon belül, hogy konkrétan a felügyelő bizottsági tagoknak mennyi legyen a havi tiszteletdíja, ezt is erről is igen. Köszönöm szépen. Egy értelmezési kérdésem. A törvény szerint a felügyelő bizottság létszáma 3, nem pedig 5. Igen, ezt tisztelt. Ezt tudom, hogy legalább beszélünk erről igazgató úrral, annak idején így döntött a testület. Tehát eltérhetünk a törvénytől. El lehet térni, annak jó. Idején így. Nem, csak formai kérdés volt. Elég elegendő lenne itt ugye a kevesebb személy, de itt valamiért, nem tudom, az akkori döntés az mindjárt indokolták, de akkor több felügyelőbizottság. Két képviselő ment be a
felügyelőbizottságban, ezért volt őt. Ezért lett több bocsánat, hogy őt viszont. Van-e még valakinek a... Igen, más? Köszönöm, nem kívánok mentegetőzni, csak letisztáznám, hogy ugye az előző ciklusban is már én 2010-től vagyok felügyelőbizottságtag, akkor Boszman polgármester is az volt, és most vagyok én. János már ugye nem az a polgármester, többi is sosem vettünk föl, tehát nem semmi volt anyagi térítés sem vettünk föl, mint pedig a bizottsági tag a Termán Fruldőtől, tehát ezt csak szeretném jelenteni. Köszönöm. Erről egyébként mit olvastátok erről a testületről? Tehát részletet. Részletet nem döntött. De ebbe így van, hogy a testületről? Igen. Most erről döntenünk kell, hogy csak erről tudod. Csak kérdezem. És akkor még, amit a jegyzés is felvetett itt a... Most ezt nem tudom, hogy föltétlenül bele kell mennünk, de itt a havi 2000 kilométer ismerhető el, vezetős tisztségviselőnek erre volt tudomásom szerint az igazgató javaslata, hogy ez azért sok, abszolútnak tűnik, hogy havi 2000 kilométert ahhoz mondjuk, akkor mondjuk nem lesz tanult igazgatni valaki 2000 kilométert el akar autózni. De nyilván nem is teszi, tehát most csak viccelődünk. Tehát nem tudom, hogy ebbe mert egyébként maga a hajavadalmazással mindennek kapcsolatosan abszolút általános, tehát úgy van megfogalmazva, hogy ne föltétlen legyen keretek közé zárva, mert itt ilyen háromszoros alapbér, meg nem tudom, mindenféle ilyen csodák föl vannak sorolva, már például a tisztségviselőket illetően is. Én két lehetőség van, vagy az van, hogy belemegyünk abba, hogy elkezdünk itt nyesegetni dolgokat, vagy pedig egyszerűen hagyjuk ebben az általános dologban, és akkor ezt a részét le tudjuk zárni. Aztán, hogyha valakinek van javaslat, én azt gondolom, hogy akkor tárgyaljunk arról, hogyha valakinek van javaslata, illetve a javadalmazással kapcsolatosan konkrétan, hogyha érkezik javaslat. Ha nem érkezik javaslat, akkor nem lehet, szerintem nincs miről tárgyalni. Tessék, Dénes. Szerintem szavazzuk meg. Tehát ez a látnivalóan a kormánynak a bürokrácia elleni harcnak az egyik eszköze, és szerintem lojális állampolgárként ezt támogassuk és fogadjuk el. Nincs benne semmi olyan konkrétum, ami sértené az érdekeinket. És az, hogy később mit akarunk, azt majd eldöntjük ettől tök függetlenül. Nem akarjuk visszatenni a 2000 kilométert. Van-e valakinek? Nincs. Csak egy a felügyelőbizottság tiszteletdíját, ha mi döntjük el, ugye ezt mondtad, hogy ez a mi jogkörünk, akkor a mi pénzünkből fizetjük? Hát a strand is a miénk. Hát teljesen mindegy, miből fizetett. Ugyanaz az eljárt. A jövedelméből, mint KFT jövedelméből. És az kinek a pénz. Az övé. Hát a nagyságrendileg, hogy mondjam, hát mondjuk a nyereségek az a csökkent, hogy mondok valamit, mert költségként leírja, de lehet, hogy rosszul tudom, csak kérdezem meg. Abban a pillanatban, hogyha ez így vagyunk, és minden rendben van, én örülök. Mindnyájan örülünk, úgyhogy szerintem szóval. Jó, mert igen, igaz, az Attila feladata volt. Már az, hogy ő fizette a saját kérdés, most is neki kell fizetni. Az ingyen nagyon jól hangzik, de hogyha teljesítményt is akarunk, akkor nem jó, hogy hát társadalmi munkában végezünk minden. Az hülyeség, de ma este maradjon ez így. Jó. Azt szeretném megkérdezni, hogy javasoljuk-e képviselőtestületnek, hogy a termálfüldő javadalmazás szabályzatát határozott egyes számú melléklete szerint adott tartalommal hagyja jóvá. Aki ezzel egyetért, emelje fel a kezét. Igen, köszönöm szépen. És a képviselőtestület felkérje a polgármestert, hogy a termálfüldőkkel mi vezetőjét a fenti alapítói döntésről tájékoztassa, aki ezzel egyetért. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt mondja, hogy kölcsönhetőt.
Még van, szerintem a felső. No, igen. Tehát, amint tudjátok, a 2014. decemberben a Termálfürdő Kft. Felügyelő Bizottságának hoztak egy olyan döntést, hogy szakmai átvilágítás eredményeként született szakértői, illetve született egy döntés a szakértői véleményre. A képviselőtestet felkérte az átvilágítást végző céget, hogy a szakértői véleményt 30 napon belül egészítse ki azzal, amit a felügyelő bizottság észrevételének figyelembe véve. Ezzel kapcsolatosan megszületett a termálfürdő feladat ellátásának vizsgálatára vonatkozó ellenőrzési jelentés. Remélem, hogy olvastátok. Igen. Az én véleményem szerint egy egészen átfogó vizsgálat. Már utaltunk rá a korábbiak során, hogy ezekkel az észlelt pozitív és negatív véleményekkel figyelembe kellene azt a használati, illetve bérleti szerződést megkötni, amit a polgármester úr is már itt említett. Van-e valakinek az igazgató úr, aki kívül ezt hozzászólt valamit? Nincs, akkor fölkérem az igazgató úr. Nekem? Ja, bocsánat. Jó, de nem tudtam. Igen. Amit én kiszűrtem ennek az anyagnak az elolvastával, mind a két fél, tehát mind az önkormányzat, mind a fürdő kisebb javításokat, korrekciókat el kell, hogy végeztessen, vagy végezzen. Ami viszont ezen még felül tendő, és a végső konklúzióban nem találom, de a szövegben benne van, hogy nem csak az önkormányzat és a fürdő kell bizonyos feladatokat még elvégezzen, hanem az FD-nek is, tehát a felügyelőbizottságnak is ügyrendet kell önmagáról alkotnia, ez is hiányzik. Tehát ezt, ha beszélünk a javadalmazásról, akkor az FD törvényes működéséről is beszélnünk kell. A másik pedig, hogy amit fontosnak tartok kiemelni a záró konklúzióban szerepel, hogy vagyonkezelői szerződést kell kötnünk az ingatlanok tekintetében, és fel kell mérni különös tekintettel az esetleg remélhető és várható kópétféle projekt egyszer való megvalósulását is a KFT által kezelt vagyonhelyzetét és mértékét továbbá, hogy az önkormányzat honlapja az elektronikus közzétételnek nem felel meg. Én ugyan nem nagyon értem, hogy ez mit akar mondani. De ez a szöveg, ezt külön kiemeltem, hogy a javadalomról szól. Tehát nézzük meg nekem még egyszer a szöveget, hogy ez mire vonatkozik. És még egy, ami csak zárójeles megjegyzés, hogy a felügyelőbizottság a szövegből legalábbis az derült ki, hogy kiegészítéseket tett, amelyeket én se kaptam meg, amelyeket be kellett volna építeni a jelentésbe, ez mit takar? Jó, úgyhogy ezt a két kérdést megnézzük a később, de a legfontosabb, amit az elején köszönöm, ennyi lett volna. Igen, ez a vizsgálat visszaütött ránk is. Én kiírogattam, hogy a pontonként ilyen tendőket ró. Ez súlyos. Egyet már teljesítettük belőle, ugye a javadalmazásról most elfogadták. Ja. De ezen kívül ugye 5. oldal a rendelet joggyakorlás rendjéről, 7. oldalon éves tervérés beszámoló rendjéről rendelet nekünk, 11. vagyonkezelői szerződés és vagyonleltár. Tehát nekünk egy a mi hibalistánk. Ezt mind a vagyonkezelő, vagyonleltár, azt hamarosan fogjátok látni a szerződést, azt az egész önkormányzati vagyonra
meg fogjuk rendelni, ebben ezt is. És ennek kapcsán akkor a vagyonkezelő szerződés is elkezdődik, és ennek kapcsán ezek a szabályozási kérdések, minden vagyonról van szó, az éves beszámoló rendjéről és a jogosítás rendjéről is ezekbe lesz beleépítve. Attilának is volt jó hosszú listája. Én azt is írtam, és valóban, hogy az Erdélynek nincs ilyen hatodik oldal, de ez már igen, valamennyire kérdezik. 80%-osan átfogom, szerintem már holnap át tudom küldeni egy ilyen alapot, hogy mi is melyek azok a kellékek, amelyek az már szinte teljesen elkészültem vele. Átküldöm, azt a felügyelőbizottság nyilván kiegészíti, módosítja, én csak segíteni szeretném a felügyelőbizottságot, és akkor utána annyi a feladata a testületnek, és hát a felügyelőbizottság majd jóváhagyásra kell, hogy nyújtsa ezt a testületnek, de mivel tudom, hogy hamarosan felügyelőbizottság szeretne ülésezni, hogy jól tudom, én ezt még holnap akkor ezt kiküldöm, és akkor tényleg szívesek ilyen hamarabb tárgyalni. Az önkormányzat honlapja, én gondolom, hogy a képviselő azt, hogy mire gondolt, most ott megjelent egy olyan kis ikon, hogy üvegzseb, ezt még annak idején, nem tudom, beszéltünk erről az igazgatóról is, hogy ezt meg kell tenni, a nettó 5 millió feletti szerződéseket közzé kell tenni, nem egységes, mi ezt közzé tettük az önkormányzat honlapján egyébként, de ugyanúgy a tervám küldő honlapján is majd be kell tenni, a nagyértékű szerződéseket, és gondolom, hogy a belső rendőr azt mondja, meg a képviselő azt is elmondta, hogy közzétételi kötelezettségnek kell tenni. Dénes? Két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy van egy csomó olyan dolog, amit a törvények számunkra előírnak, és ezek adminisztratív kötelezettségek, amiknek meg kell felelni. Ugye a dolgoknak a másik csoportja meg az, ami a falu érdekeit szolgálja, és azért kell megcsinálni. Ezt nem szabad ezt a két dolgot összekeverni. Tehát azt látni kell, hogy a felügyelő bizottsággal, hogyha esetleg probléma van, akkor biztos, hogy nem az a probléma, hogy nekik amúgy esetleg nincsen ügyrendjük, vagy valami ilyesmi, hanem más dolgok, és arra kell koncentrálni. De az ügyrenddel nem nagyon kell törődni, azt csinálja meg valami adminisztrátor, vagy én nem tudom. Ugye a másik dolog pedig ez a közzététele, itt nagyon észnél kell lenni, mert lehet, hogy a tulajdonos az egy ilyen cég, mint az önkormányzat, ez viszont egy gazdasági vállalkozás üzleti titkokkal. Tehát itten adott esetben a törvénysértést is vállalni kell, tehát olyan, hogy majd a 5 millió forint feletti szerződéseket közé teszük, ezt szerintem nagyon hamar el kellene felejteni. Tehát, hogy itt nagyon észnél kell lenni, itten az, hogy két kattintásra el tudja mérni, hogy a különböző adónemekből milyen bevétele volt az önkormányzatnak, az tökéletesen rendben van. Ugye a strand az egy más tészta, ottan azokat kell közzétenni, amit mindenképpen hozzá. Egy mondat, tehát én átküldtem ezt a e-mailben is, pontosan a jogszabályt, ami vonatkozik a termelfelől, milyen szerződést, tehát mit kell közzétenni a honlapon. Én úgy emlékszem, hogy ezt még az elmúlt évben átküldtem. Kicsit specializáltabb, mint az önkormányzat. Az igazgatónak, ha nincs már meg az az e-mail, akkor újra átküldöm, de nyilván ott egy kicsit másfajta szerződések vagy. Tehát üzleti titkokat nem nyilván nem is jelenti. Van, ha nincs senki, akkor szeretném az igazgatóra az végre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, bármennyire is gyors vagyok, de úgy látom, hogy az eljárás rendje ugye picit más sorrendiséget indukál, mint az mondjuk most indokolt lett volna, ugyanis a hozzászólásomat, az ebbéli hozzászólásomat csak arra szerettem volna koncentrálni, hogy az előterjesztés tartalmi pontosításra szorul, szerintem. Az, amit a elnök úr felolvasott, a 2014-es ülés, 2014. december 18-án hozott döntését a felügyelőbizottságnak, az egy külső szakértő, dr. Heffellek is Ferencnek, a Magyar Fürdőkultúra Kft.-nek a felkérésében szerzett anyag
arra szóló véleményezés és az arra szóló kiegészítés kérése, ennek az elrendelője a felügyelő bizottság volt. Szemben azzal az anyaggal, ami most belecsatolva az előterjesztéshez, azok az önkormányzat belső ellenőrzési terve alapján ütemezetten, tervszerűen készített belső ellenőri anyag volt, amit nem a felügyelő bizottság kért. Tehát itt ezt talán tisztába kéne helyezni, mert a hivatkozás az nem teljesen azonosan elérhetően szereplő tartalom. És tudom, hogy és kérem önöket, kérem benneteket, hogy nem apostrofáljátok, hogy az én ügyömben ez meg ez meg ez van, nem. Tájékoztatni szeretnélek benneteket erről is, másról is. Úgy gondolom, hogy laikusként is, mert azért ezen dolgokra én is laikusként tekintek, de talán az életszerűség ez egy picit hozza magával azt, hogy talán értéket is hordoz, amit mondani szeretnék. Az előzőnél nem sikerült szólnom, de a felügyelőbizottság tekintetében ugye nincsen ügyrendje, nincsen megbízási szerződése sem. És ez ugye azért érdekes, mert nem rendelkezik a szabályzat arról, hogy tulajdonképpen a felügyelőbizottsági tiszteletdíjak tekintetében a költségviselő az ki. Igen, csatlakozom Pepéhez. Tehát ezt valahogy még bele kellene tenni, bocsánat, kérek utólag, de a szabályzatban, hogy a költségviselő felett szerintem meg kellene jelölni, akkor sem, hogyha nincsen benne összegszerűség. Most ennyi, és akkor belevegyünk is meg a belső ellenőri anyagba, akkor még nagyon szívesen reagálok a egy-két dologra. Köszönöm szépen. Köszönöm. Parancsoljon. Szeretném nagyon kockázta vagyok a valakinek, és nem biztos is már mindenki. Ezzel kapcsolatosan a jogász asszonynak szeretném mondani, hogy nyilatkoznia kell minden tagnak az ügyrend elfogadásról, és egyáltalán globálisan az egész működési rendről. Tehát személyenként mindenki nyilat, írásban kell, hogy hagyja, hogy elfogadja ezt a működési szabályzatot. De ezzel még ki kell, hogy pótoljuk majd ezt a hiányosságot, ami ugye fennáll. Ügyrendről is egyet a működési szabályzatról mindenkinek tudja, hogy magára nézze érvényesnek tartja. A rendeletben, amit átküldtél. Igen, csak hát feltételeztük, hogy ez egy átfogó, tehát egy olyan túl sok részlet szabály, de hát nyilván gondolom, hogy a felügyelőbizottság... Ha már szabályt alkalmunk, akkor menjünk végig, tehát ez egy fontos része ennek az egész. Az ügyrend pedig azt mondom, hogy a testületnek az lesz a dolga, hogy ugye miután bekerült hozzánk a végleges ügyrend, akkor a testület jóvá hagyja ezt a végleges ügyrendet. Én csak segíteni szeretnék, de nem muszáj, hogy tehát önök is alkothatnak ügyrendet. Én nem ragaszkodom hozzá, csak mondom segíteni. Nem szükség van. Nem ők. Ebben az ellenőrzési dokumentumban az utolsó oldalon javaslatok vannak. Van javaslat az igazgató felé, javaslat az önkormányzat felé, és utána egy megjegyzés, hogy intézkedési tervet kell csinálni. Én szeretném, hogyha az önkormányzat valami határidőt szabna, nem saját magának, mert azt már látom, hogy ezt is kezdik, hanem a strand, tehát az igazgató részére is, hogy egy záros határidőn belül ezekre a dolgokra csináljon egy intézkedési tervet, hogy hiányosságot hogyan akarja megszüntetni, és mikor szerződésekre vonatkozóan is vannak, nem akarok felsorolni. Hát az utolsó oldalon a javaslatokban, a taxatívan föl van sorolva, hogy mi az, amire intézkedési tervet kell csinálni, és szeretném, hogyha hogy úgy fogadnánk ezt el, hogy közben határidőt is szabunk arra, hogy ez mikor készül el. És akkor utána nyilvánvalóan ellenőrizni kell, hogy végre is hajtották el. Köszönöm szépen. Mert ez nagyon Dénes. Vagy Attila, hogy nem tudom, hogy jöjjön a sorra. Te szóljál, mert akkor lehet, hogy megint megelőzöl. Van egy kis hasonló érzetem, mint a kópés anyaggal kapcsolatban. Egy picit engedjék meg, hogy az anyagnak a történetéről beszéljek, és utána elmondom, hogy miért. Tehát engem megkeresett a belső ellenőr asszony, megbeszéltük a munkatervet, elkészítette, odaadtam neki az anyagokat, ami kellett, majd elkészítette.
nagyon rendesen még egy belső bejáráson is részt vett, elkészítette a tervezetet, és a tervezetet én ezt már az első körben jeleztem neki, hogy a felügyelőbizottság elnökével, illetve a közvizsgáló asszonyommal én magam véleményeztetni fogom, és tulajdonképpen így mondom, a három véleménye fog visszaköszönni abban a válaszban, amit én az ő tervezetére fogok adni. Én ezt határidőre elküldtem neki, úgy is, hogy jeleztem, hogy kiegészítéseket teszek. Sajnos a bizottság elé egy olyan állap került, ahol a mi általunk, a mi közösen készített véleményezésünknek egy része az részben vagy teljes egészében hiányzik, illetve új tartalom is megjelent a belső ellenőri anyagban. És volt egy olyan ígérete a hölgynek, hogy erre van, lesz lehetőség, hogy három oldalon ezt még meg tudjuk tenni a bizottsági vagy a testületi beterjesztés előtt, és ez nem történt meg. Miért mondom ezt? Tartalmi, formai hibák, illetve hát elírások vannak az anyagban, és ezt mindenképpen úgy gondolom, hogy ezen át kellene menni. Sajnálom, hogy nincs itt, mert akkor egy picit lehet, hogy gyorsabban tudnánk ebből a dologgal végezni. Visszatérve elnökének a javaslatára, igen, ha ez végleges, és ha az lesz, amiről ténylegesen tudunk beszélni, akkor a jelenlegi szabályozás alapján nekem az intézkedési terv tervezetét a felügyelőbizottságnak kell benyújtanom, és a felügyelőbizottság, hogyha azt elfogadja, megfelelően kidolgozottnak ítéli meg, akkor mehet be az a pénzügyi, illetve a testület elé a megfelelő határidőkkel. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, csak az egy probléma van, hogy erről a bizottság nem tudott. De erről úgy, ahogy itt körbenézek, más se. Hát, Attila, tehát most ha ebben maximálisan igazat tudok ebben a dologban adni, de akkor gyakorlatilag most ezzel kapcsolatosan itt ülünk negyed órá, és tök fölöslegesen beszélgetünk róla, mert egy lépcső kimaradt szerinted. Ami arról a lépcsőről meg nem tudnak a többiek. Tehát akiknek a három szereplőből erről te tudsz. Mert az e-mailek, ez a egyeztetésre való felhívások megnyomása a belsőlegben az én részéről, ja. ebből az e-mailről mások is kaptak, nem csak én. Ezért úgy gondolom, hogy ez nem meglepő. Jó, én bocsánatot kérek, de én ezt nem tudok többet hozzátenni. Valóban az van, hogy akkor ezt most valamilyen módon rendezni kell. Tehát vagy így, vagy úgy. Igen, nem tudom a sorrendet. Talán Dénes lesz. Szóval, hogy itten többféle dolog van, mert különböző jelentősége van, valaminek csak adminisztratív jelentősége, és az üzleti terv az nem ezek közé, az egy tartalma, az egy nagyon fontos dolog. Szóval én azt megkockáztatnám, hogy akik itt ülünk, azoknak nagyon eltérő elképzelésünk van arról, hogy milyen üzleti tervet kéne csinálni. Tehát az intézkedési terv engem annyira nem érdekel, az üzleti terv viszont igen. És ez nem egy olyan dolog, hogy na, adjunk az igazgatónak egy határidőt, hogy letegyen egy üzleti tervet, hanem ezt meg kéne beszélni, hogy látjuk ezt a problémát, és annak. De üzleti tervre szükség van. Ugye a másik csak egy megjegyzés, amikor elolvasta ezt az előterjesztést, akkor nekem is feltűnt ez, hogy ugye az a korábbi anyag, amit a felügyelőbizottság nagyon helyesen nem fogadott el, hogy az is benne van, azzal kezdi, és utána folytatja egy másik története. Megkérdezném, hogy azok a kiegészítések elkészültek, és most, mert az azt hiszem nem jutott el a bizottsághoz. Először mi azt megkaptuk abban a formában, amiben nem volt elfogadható, akkor azt mi se fogadtuk el, és nagyon örült a lelkem, amikor hallottam, hogy a felügyelőbizottság sem. Ugye, de abból akkor készült egy olyan anyag, amit kiegészítettek, azt nem kaptuk meg, vagy nem tudnánk megkapni. Azt én szeretném kérni. Ugye, mert engem érdekel. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tulajdonképp ehhez csatlakozva felhívnám a bizottság tisztes figyelmét, hogy több ízben jeleztem, hogy késésben van a belső ellenőr. Szeptember, aztán december, most már január közepe van.
egy csomó anyag nem jutott el a képviselőkhöz, ami eljutott, az már túlhaladott, tehát ezt az egészet igazából nem nagyon értem. Hogyan lehet a megbízást így teljesíteni? Hát milyen egy nagyon érdekes kérdés a belső ellenem. Én véleményem szerint felvitatom, hogy a belső ellen jó vagy nem jó. Elvileg neki jogosítványom arra, hogy ilyet csinálja. És ha ő egy ilyet csinál, akkor sajnos Bibliának tekintendő. Én véleményem ez. De az, hogy most hol csúszott el ezt, nem tudom. Mi nálunk körülbelül novemberben volt, mikor mi beszéltünk, most vagy elején közepén, de inkább a közepén, és akkor megbeszéltük, végbeszéltük, de csak a belső ellenőr is, a jelzőasszony is én voltam. Ő azt mondta, hogy az Attilának ezt még kérte Attila, hogy ezt, ha mi átbeszéltük, akkor ő még meg szeretné ezt nézni. Én joggal gondoltam azt, hogy ez megtörtént. És azért mertem gondolni, hogy ez a végső állapot. Valóban nem hívtam fel az Attilát, hogy volt-e ott a belső ellenőr, és egyeztettek-e még egyszer. Más kérdés, hogy ez is egy érdekes, és persze mindent nem tudtok a belsőről, és azt szerint kell neki dolgoznia, ahogy őt ott instruálják, vagy hát nem instruálják, szóval magyarul föltárják az okot, hogy itt kellett ellenőrizni. De én, mint hogy én se szóltam abból vele, hogy most nekem azt miért írtam fel, hogy az önkormányzatnak ezt kell csinálni, hát sajnos oda írta, akkor meg kell csinálni. És én azt gondolom, hogy ez termálföldő részére segíthatható, ha odaírta, hogy ezt meg kell csinálni, akkor meg kell csinálni. Ezzel nem tudom még, hogy mit lehet egyeztetni, de elfogadom akkor az Attilának a álláspontját, akkor kérem, ne várjuk ezt le ma, akkor tessék a belső ellenőrrel beszélni, ma magunk részéről mi ezt elfogadtuk. Mármint az önkormányzat, hát a polgármester hivatal, illetve a jegyző. Tehát mi ezt elfogadtuk. Ha ő még valamit hozzá akar tenni, vagy valamelyik állításával nem áll, nem ért egyet, akkor meg kell bírni vele, és akkor ki kell benne javítani. És akkor tárgyaljuk. Szeremányi hadd maradjak állva, bűnben. Szeretném megjegyezni, induljuk ki abból, hogy belső ellenőrzést a felügyelőbizottság javasolta a testület részére. Azóta a belső ellenőri jelentésből a felügyelőbizottság nem kapott, amikor megkifogásoltuk és véleményeztük a kópé szerződést, és azt mondtuk, hogy ez így nem, a változtatásból nem kaptunk, nem láttunk, úgyhogy nem tudom, valami adminisztrációs hiba miatt a felügyelőbizottság ezekből a kérdésekből kimaradt. Úgyhogy kérem a munkáját ennek figyelembevételével is mérlegeljék. Köszönöm. Én előkkel. Csak a jegyzőasszonytól szeretnék kérdezni, hogy Búdán voltam két évi felső ellenőr, egyszerűen nem vitatárgya a belső ellenőrnek a megállapítás. A belső ellenőr, amikor ellenőriz, azokat az iratokat kéri, amiket kér, odaadják neki. Nyilvánvalóan van egy párbeszéd, az ő jelentése, amikor ő ezt lezárja, az nem vitatárgya, azt el kell fogadni. És akkor, amikor az intézkedési tervben már leírják, hogy hogyan fogják kiküszöbölni a hibákat, és kiderül, hogy az a valami tényállás az nem úgy van, akkor le lehet írni, és akkor az a válasz a belső ellenőri jelentésre. De hát ez nonsense szerintem, hogy vitatárgy egy ilyen jelentés, ez teljesen alapos. Utána, amikor ki lehet javítani a végén, amikor válasz készül a belső ellenőri jelentésre. A polgármester elfogadja, kiadja az utasítást, hogy ott is csináljon az intézkedési tervet. Végrehajtják, nem tudom már, nem szokott vitatni. Tehát az önkormányzat, hogy jön például egy intézményhez egy belső ellenőr, megcsinálja a jelentését, az nem vitatárgya. De már itt tartunk, mert már mióta folyik ez is. Tehát szerintem fogadjuk el ezt az előtt. Dénes? Én továbbra is úgy látom, hogy kétféle üzenetet kaptunk itt a belső ellenőrtől. Ugye felolvasok a második pont, a javaslat az ügyvezető számára. Gondoskodni kell a jegyárak és bérleti díjak meghatározását megalapozó önköltség számítása dokumentálásáról. Ugye most akkor itt ez két üzenet, az egyik az, hogy kell lenni egy darab papírnak, amire le van írva valami táblázat, meg ilyesmi.
És ettől teljesen függetlenül van a másik, hogy megalapozott jegy- és bérletárakkal kell rendelkezni. Ez két különböző dolog. Engem személy szerint, szóval én úgy gondolom, hogy minden olyan dolognak eleget kell tenni, amit adminisztratív a törvény belünket tesz. Erről nincs vita, és engem nem nagyon érdekel, hogy ki a hibás, meg ki mikor mit mondott. Ugye, ha eddig nem volt meg, akkor ezután legyen meg pont. A másik meg, hogy ezeket a dolgokat, hogy legyen üzleti terv, akkor azt döntsük el, hogy milyen legyen. Ugye a jegyárak és a bérleti díjak azok jól vannak, legyen arról is véleményünk, lehet, hogy azt mondjuk, hogy igen, jól vannak. Szerintem ott nincsen nagy probléma. Viszont az üzleti terv, arra szükség van. Ugye? És az nem egy olyan dolog, hogy ja, hát mert a belső ellenőr azt mondta, hogy legyen. Egy olyannak kell lenni, ami nekünk megfelel. Köszönöm a szót, rövid lesz egy. De ezt nem csak el kell fogadni, és értem. Az előzmény, hogy mi hogy történt, az jelen pillanatban okafogyottá vált, abban a pillanatban, hogy leírta, ledátumozta és az asztalra tette. Ezután nekünk csak egy feladatunk van, hogy az ott lévő javaslatok, vagy az ott lévő változtatások, amit a hölgy leírt, azt nekünk intézkedési terv során, hogy anélkül az önkormányzat és a strand mindenképpen ránézve kötelezően minél rövidebb határidőt meg kell oldani. Ez, gyerekek, ez így van. Az, hogy itt most már a második esetben ugye a strand és a OP-val történt, és majdnem is mosakodunk, hogy hogy legyen, vagy ki mit nem kapott meg, elkerülhetetlen, hogy az önkormányzat és a strand között legyen egy képviselő, aki ezt az ügyeket fölkarolja, egyeztetik valaki, hát ez így nem mehet. De ha én úgy gondolom, és ebben nem akarom elvinni a dolgot, hogyha úgy kezelnék a KFT-t, ami minden egyes üzleti vállalkozás KFT-BT, és a fizetését úgy határoznánk meg a mindenkori strandigazgatónak, ahogy én szeretném, majd erről beszélgetünk, akkor úgy gondolom, hogy a 99%-a lesöpörödik az asztalról, hiszen érdekelté teszik annyira a strandigazgatót, hogy mindenütt rend legyen, és én úgy gondolom, a nyereség függvénye lenne az ő fizetése, az alapfizetésének, hogy premizálnák őt, akkor egy csomó mindenre már az Attila azt mondaná, hogy ezt ön már egy elintéztem, ez itt tart, ez ott tart, ez amott tart. Ez az én véleményem. Köszönöm. Attila. Nagyon szépen köszönöm. Emőkének nem kritikai hangvétel volt. Egy állapot volt, amit elmondtam, tudomásul vettük a belső ellenőr asszonynak az anyagát, nagyon sok értékes dologban tárgyi tévedéseket tartalmaz. Ez remélem belekerül így a... Ennyi pont, és én tökéletem... És erről a belső ellenőr megkapta a jelentést? Vagy egyébként az észrevételed? Akkor találkoztam ebből az anyaggal, amikor nekem a jegyzőasszony ezt megküldte. Én azóta nem tudtam vele felvenni, nem is kívánom vele felvenni a kapcsolatot. Én úgy gondolom, hogy ezt majd ha ez végleges állapot, akkor nem kell ezen semmit csinálni. Akkor én csak jeleztem, hogy tárgyi tévedéseket tartalmaz, pont ennyi. A másik, azt Dénesnek szeretném mondani, nagyon örülök, hogy már az a kérdés, hogy az üzleti terv ez felmerült. Én alapból ugye nagyon sokszor előkerült ez. Felügyelő bizottságnál, itt a pénzügyi bizottságnál van, nincs pénzügyi terve a KFT-nek. Nagyon nagy igazságot mondott a Dénes, ahány ember annyiféle pénzügyi tervről tud nekünk előadást tartani. Tessék, üzleti terv, bocsánat. Így van, mert pénzügyi tervet minden évben készítettünk, üzleti tervet nem. És én mindig azzal hárítottam ezt a dolgot, hogy mikor tervez az ember bármit is, amikor célja van, amikor meghatároz egy olyan eredményt, amit szeretne elérni. És amikor én idejöttem 2009-ben, akkor én magamnak állítottam föl ezt a célt, és azt mondtam, hogy legalább ezt a szolgáltatási színvonalat tartsuk meg 5 éven keresztül. Ezt az önkormányzat idézőjelben a hallgatólagos jóváhagyását adta. Most, hogyha ezen elindulunk, akkor nagyon jó, állapodjunk meg egy célban, próbáljuk meg az eredményeket valahogy akkor emögé
beállítatni, hogy az utána ezennyi mérőszámnak a lehetőségét felkínálja, mert a bérleti szerződés nagyon értékesen fogalmaz meg ezzel kapcsolatban egy gondolatot, hatékonyan és eredményesen működtessen a Kft. A rábízott vagyontárgyakat. Nem úgy, ahogy egyszer-kétszer Pepével már összeakadtunk, hogy nyereségesen, mert mi a tulajdonos érdeke? Nyereség, vagy az, hogy hatékony és eredményes legyen. Ez a kettő nem mindig párhuzamosan működik, annak esetben ennek ellenére. Köszönöm, és várom javaslatokat a célra vonatkozóan. Én úgy gondolom, hogy és ami, miután ezt átolvastuk, végig is van egy, az üzleti terv, szerintem nem az üzleti terv, hogy jól csinálom, hanem az üzleti terv, hogy van egy eredményem, egy éves eredményem, és ebből az éves eredményből következtetek arra, hogy az elkövetkező évben ennek az eredménynek megfelelően hogyan fogok tudni tovább gazdálkodni. Milyen célokat tűzök ki ennek reményében? Tehát én arra gondolok csak, hogy ehhez kép, tehát valamilyen módon csak konkrétabb számokról, meg konkrétabb elképzelések kellenek, hogy legyenek. Tehát, igen, tessék. Nekem az lenne a javaslatom, ne adok, úgyhogy ma este nem menjünk bele ilyen kérdésekbe, ugye? Legyen, én azt javasolnám, hogy javasoltam, hogy legyen egy Zorg bizottsági ülés, úgy legyen SAND bizottsági ülés is. A SAND-dal nem lehet eleget foglalkozni. Szóval, ugye, x-egyszer mondom, hogy van ennek egy adminisztratív része, aminek eleget kell tenni minden, de ezen kívül van egy halomidegesítő dolog. Ugye, most, hogyha én nagyon szeretnék részt venni itt a faluvezetésnek az életében, akkor nem nagyon tudnék aludni. Ugye? Tehát én azt gondolom, hogy egy kicsit ezzel többet kellene foglalkozni. Ugye mindenképpen. Most szavazzuk meg, fogadjuk el, nem, ma este úgyse tudunk ezekben. Én ezt javasoltam az előbb, ne fog menni. A bizottság vagy vissza, tehát a kérdésünk fog menni. Megkérjük az Attilát, hogy vegye fel a kapcsolatot, vagy akkor mi én följövöm a hölgyeket, aki készítette, hogy vegye fel a kapcsolatot Attilával, hogy akkor beszéljünk ezt meg. Tehát én nem gondolom, hogy ez nekem az beletartott van a feladat körömben, hogy most megpróbáljam még ezt összehozni. Egy egyeztetés volt. Tehát én azt gondoltam, hogy ebben jogosan talán, hogy ebbe belekerültek azok a javaslatok, és benne is vannak, és ki lettek jelentve azok a hibák, amelyeket az első egyeztetésen kaptak. Én nem tudhattam, nekem nem volt egy példányom abból, hogy ők mit beszéltek egymás között. Tehát egyetlen. És egyetlen egy általuk tartott egyeztetésen nem vettem részt. Hónap kell tartozunk nekünk, hogy ebben nem került bele minden. Nem kell. A pénzigazdasági bizottság meg bár nem volt erről tudomása. Úgyhogy azt javaslom, hogy akkor fogadjuk el a polgármester úr kérését, és akkor legyen meg ez a három oldalú egyeztetés, és kapjon a bizottság egy olyan anyagot, ami egy véglegesnek tekintető, és nem akkor derül ki, hogy nem láttam, nem tárgyaltam, nem egyeztettünk, hanem mindenki egyetértett vele, aki másodszor nem egyeztetni, egyszer egyeztetni. Én is. Nem tudom, János, te három oldalú egyeztetésre gondolod? Tőlem lehet, négy óra feljöltek. Nem csak, hogy te hajlandó vagy. Persze. És ha megkívül vagyok a felügyelet, hogy a felügyelőbizottságnak tulajdonképpen ebben a témában, hát igen, csak elfogadása van. És ugye a Lacira reflektál egy kicsit, hogy hát most a szerződés kapcsán is, ugye az vissza lett dobva a felügyelőbizottságnak az a szerződés, ez át lett dolgozva, utána erre lett még dolgozva. Hát igen, lehet, hogy még megfelelőbb van, még egyszer kutatni a felügyelőbizottságnál lesz a szerződés. Lehet, hogy biztos. Jó, lehet, hogy biztos. Jó, tehát
ezt a bizottsághoz felkéri, a bizottsághoz felkéri volt. Nem kéri, szavaz rólam most végén. És több kérdés. No, tehát az lenne a kérdésem, hogy javasoljuk el a testületnek, hogy a Termálfürdő Kft. Feladat ellátásának vizsgálatára vonatkozó számú ellenőrzési jelentés tartalmát megismerte, a felmerült hiányosságoknak megfelelően nem tudja elfogadni. Kéri a további egyeztetést a polgármester úr, illetve a Termálfürdő Kft. Igazgatója, a belső ellenőr, illetve a felügyelőbizottság elnökének egy négy oldalú tárgyaláson ezt rendezzék. Aki ezzel egyetért, hozzá meg fel a kezét. Köszönöm szépen. Egy hangú. Ja, bocsánat. Elnézést. Nem tudom dönteni kérdéseket, mindegy. Én nem döntöttek úgy, hogy ilyen nem vagyok. Köszönöm. Nem tudom, mások kéne venni. Jó, igyekszem minél marad összehagyni. Végül sem voltam, és kész. Itt azért. Tartsunk egy pár perc, mert jó, meg kicsit visszaelőztetek.